226-ossal Szabó Attila és Balázs Kornél érkezett meg hozzánk. Sziasztok, jó estét kívánunk, mi újság veletek, milyen tervekkel várjátok el hétvégét, milyen reményekkel? Sziasztok, szeretnénk a saját tempónkat menni, szeretnénk keresztbe menni, sokat, szerintem itt lehet, gyakorlatilag ennyi. Ezek a pályák adottak ahhoz, hogy keresztben autózzatok, meg arra is adottak, hogy gyorsan autózzatok. Hát igen, valahol el kell most spórolni, mert vannak azért rossz helyek benne, de bízunk benne, hogy majd tudunk keresztbe is menni bőven. Köszönöm szépen, sok sikert és a célban találkozzunk majd. Tehát, hölgyeim és uraim, 226-os rajtszámmal megkezdi a versenyünket Szabó Attila és Balázs Kornél 21.07-es Ladával. Thank you.
26-osra Szabó Attila és Balázs Kornél érkezik meg hozzánk P12-es géposztály második helyén és Lada Kupa második helyén, úgyhogy ti sem távoztak üres kézzel, de milyen kedvel, milyen hangulattal zárjátok a versenyt? Szerintem nekünk ez felér egy győzelemmel. Gyakorlatilag már egész nap kínlódtunk az autóval, leszakadt a hátsó híd, de végül is behozott bennünket. Jó rendezvény volt? Teljesen jó, hibátlan. Köszönöm szépen, jönnek a serlegek, tehát ahogy említettem, Szabó Attila és Balázs Kornél P12-es géposztály második helyezés, Lada Kupa második helyezés az M6 Logizeum Rallyn. Thank you.
Sziasztok, további sok sikert! Már is megyünk tovább a 200.